Végezetül Kocsis Máté frakciót úr következik a Fidesz részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Amikor karácsony előtt a szakemberek latolgatták a járvány végét, kifutását, esetleges oltóanyaggal meggátott terjedését, akkor a legrosszabb álmainkban sem került elő, hogy a valóság elhozhatja a mindennapjainkban a harmadik hullámot, de ez mégis megtörtént. Így van Európa szerte, így van Magyarországon is. Itt van a nyakunkon a harmadik hullám. A vírus senkit nem engedett el. És hogyha körbenéznek akár csak a bennünket körülvevő országok példáira, akkor láthatják, hogy Szlovákia múlt hét pénteken nemzetközi segítséget kért az orvos és a nővérhiány miatt. Csehországban ma nyitottak volna az üzletek és az éttermek, de a romló számok miatt ezt el kellett halasztani. Németországban is romlanak a számok, emellett további szigorításokról döntöttek Finnországban és Görögországban is. Tehát világosan látszik, hogy a harmadik hullám elérte Európát. Hazánkban is nő az aktív fertőzöttek száma, és egyre többen kapnak kórházi kezelést. Ez tehát az egyik probléma, amivel meg kell küzdeni. A másik probléma pedig mégiscsak az, hogy az emberek szeretnének már újra élni, a nagyszülők szeretnének újra az unokákkal találkozni, az emberek szeretnének újra dolgozni, a fiatalok szeretnének újra a társaságba járni. A kettő között a két problémának a megoldása az teljesen egyértelműen a vakcina. És mindegy, hogy milyen vakcina az, ahogy itt ma már többen idézték Merkeli professzort, én is csak rá tudok hivatkozni, a legjobb vakcina, ami már bent van a karban. És a legjobb vakcina az, amit sikerült az országnak beszerezni. Ehhez képest teljesen érthetetlen, és ne haragudjanak meg, hogy ezt mondom, de felelős politikusokként tekintve olykor önökre, legalábbis remélve, hogy tudnak úgy viselkedni, teljesen érthetetlen, hogy ezt az oltás ellenes kampányokat hova akarják kifuttatni. Mi az oka annak, hogy ezzel a nagyon buta és embereket lenéző kétszínű kettős beszéddel egyfelől itt elmondják, hogy az oltás az szükséges, másfelől minden egyes parlamenti épületen kívüli kommunikációjuk, mondatuk arról szól, hogy elbizonytalanítsák az embereket az oltással kapcsolatban. Az is teljesen érthetetlen, hogy szintén a gazdaság újraindítását segítő konzultációt ütik-vágják, ahol érik. Hát a magyarokat miért akarják már megint megfosztani attól a lehetőségtől, hogy közös, megfontolt, felelős döntést hozhassanak. Fontos mindenkit érintő húsba vágó téma a gazdaság újraindítása. Legalább olyan fontos, mint a járvány elleni védekezés. Mi meghallgatjuk a magyar emberek véleményét, mindenki elmondhatja, önök is elmondhatják. Vannak, akik itt nem tudják elmondani, és önök nem képviselik őket, ezért elmondhatják a konzultációban. Vannak, akik kiforrott véleménnyel rendelkeznek, vannak, akik között vita van arról, hogy hogyan lehet jól nyitni. Teljesen érthetetlen az oltás ellenes kampányuk, teljesen érthetetlen a konzultáció ellenes kampányuk, és teljesen érthetetlen az is, amit a veszélyhelyzet meghosszabbítása kapcsán akár Jakab frakcióvezető úr most kommunikál. Azzal, hogy önök nem szavazzák meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását és a mai javaslatot, azzal nyugodtan bevallhatják a saját szavazóiknak is, hogyha önökön múlna, nem lenne ágazati bértámogatás, a nem szavazatuk a hitelmoratórium eltörlését is jelenti, az adó és járulékcsökkentés eltörlését, a bérleti díj elengedés megszüntetését, eltörölnék a házi orvosi béremeléseket, az otthonfelújítási támogatást, de megszűnne a védekezés valamennyi szabálya is. Nem világos az sem, hogy az oltás ellenes és a konzultáció ellenes kampányok mellett mindezek meg nem szavazása után milyen alapon veszik a bátorságot ahhoz, hogy még a kormány vakcina beszerzését is támadják, miközben egyébként a kormány helyesen az uniótól eltérően már ideje korán külön úton is megkezdte a vakcinák beszerzését, és láss csodát, megint az fog történni, mint annyi más ügyben, hogy az Európai Unió és számos tagállama magyar példát követve fog vakcina beszerző körútra indulni, és éppen azokkal a vakcinákkal fogják oltani, higgyék el, néhány héten belül a francia, német, finn, svéd, dán polgártársainkat, mint amivel Magyarország
Magyarországon is fognak. Kérem, fejezzék be az oltásellenes kampányokat, az emberélet nem politikai kérdés, a járvány elleni védekezés nem politikai kérdés. Köszönöm, elnök úr! Válaszadásra Menczer Tamás államtitkár úr következik. Önél a szó. Tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr! Ha megengedi, adnék egy rövid áttekintést arról, ami az elmúlt időszakban történt. Ugye mit jelent az oltás? Az oltás jelent életet, jelent munkahelyet, és jelenti az élet, valamint a gazdaság újraindítását. Akinek van vakcinája, az tud oltani, akinek nincs vakcinája, az meg nem. Ez ilyen roppant egyszerű. Ugye egy közös uniós beszerzéssel indult a történet, és azt kell mondanom, hogy a közös uniós beszerzés eredetileg nem volt, vagy nem lett volna egy rossz ötlet. Egy ekkora közösséget közösen képviselni és eljárni a nevében, ez nem lett volna eredetileg egy rossz ötlet. Egy pici baj van, hogy elrontották. Én örülnék neki, és jobb lett volna, és jobb lenne, ha a brüsszeli beszerzésben nem történtek volna nyilvánvaló hibák, de megtörténtek. Ezt ma már mindenki látja és tudja, az Európai Bizottság elnöke is beismerte, elismerte ezeket a hibákat. Ezek a hibák vezettek ahhoz, hogy papíron rengeteg vakcina van Európában, papíron annyi vakcina van, hogy nem is tudunk vele mit csinálni, csak az a baj, hogy mindez kizárólag papíron létezik, és én is szeretném az átoltottsági adatokat idehozni, amelyekre már Rétvári államtitkár úr is utal, de azért ezek fontosabbak annál, mint hogy ne hozzam ezeket még egyszer ide. Az uniós átlag az átoltottságot illetően 4%-es százalék alatt van, 3,89%. Izrael 50%-nál jár, az Egyesült Királyság 25-26%-nál, az Egyesült Államok pedig 12% fölött. Az azt jelenti, hogy Izraelben 12-szer annyi embert, az Egyesült Királyságban 6-szor, az Egyesült Államokban pedig 3-szor annyi embert oltottak eddig be, mint mi itt Európában, az Európai Unióban. Ez tehát a brüsszeli rész. Hasonlóan fontos az, hogy a magyar baloldal oltás ellenes, a magyar baloldal szerint nem kell oltás a magyar embereknek. És én ezt nem én mondom, bocsánatot kérek a mögöttem kiabáló képviselőktől, ezt nem én mondom, ezt Gyurcsány Ferenc szatellitpártjának, a Momentumnak a szóvivője mondta az ATV-ben. Szeretném idézni a Momentum szóvivőjét. Az Európai Unió tagjai vagyunk, együtt szerezzük be, ami jut, mármint a vakcinából, együtt sírunk, együtt nevetünk, és a magyar kormány ezt a szolidaritást rúgja fel. Ezt mondta a Momentum szóvivője, Gyurcsány Ferenc embere, munkatárs, és ez egészen pontosan azt jelenti, tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha baloldali vezetése lenne ma Magyarországnak, akkor függetlenül attól, hogy nem jön elég vakcina, a baloldal nem tenne semmit. Ülnének hátratett kézzel, és nem tennének semmit. Tisztelettel szeretném kérdezni a baloldali képviselőket, hogy miért nem akarnak segíteni a magyar embereknek. Miért gondolják úgy, hogy Magyarország Brüsszel kihelyezett tagozata, és majd Brüsszel megoldja? Látjuk, hogy nem oldja meg. Na most a magyar kormánynak ezzel szemben más a hozzáállása, mi a magyar utat, a magyar megoldásokat választottuk és beszerzésekbe kezdtünk a magyar szakemberek iránymutatásai alapján. Ennek három fontos lépése volt. Volt egy hosszú előkészítés már tavaly ősztől kezdődően, majd az Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársai az orosz és a kínai vakcina dokumentációját tanulmányozták, helyszíni vizsgálatra utaztak Oroszországba és Kínába, ezt követően döntöttek úgy, hogy kiadható az engedély, és a beérkező vakcinákról ezt követően is, tehát az engedély megadását követően is, a beérkező vakcinákról minden esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai döntenek, ők ellenőrzik a konkrétan már beérkezett vakcinát, és ezt követően indulhat az oltás. Arról is van egy vita, hogy erről Magyarország és a magyar szakemberek dönthettek, dönthetnek-e. Sajnos ez is egy politikai vita, politikai támadások alapján, pedig ez egy egészségügyi kérdés lenne, és az is, de mégis politikai támadásoknak van kitéve. Szeretném hangsúlyozni és a leghatározottabban rögzíteni, hogy a magyar orvosoknak és szakembereknek joguk, lehetőségük, sőt,
kötelességük dönteni ilyen helyzetben, és a magyar szakemberek ennek a kötelességüknek eleget is tettek. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen a múlt héten beérkezett kínai szállítmánnyal kapcsolatban is hazudott Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta, hogy nem jött vele dokumentáció, és így az NNK munkatársai nem tudják megkezdeni a munkát. Minden dokumentáció megérkezett, és Gyurcsány Ferencnek minden nap lehetőség lenne arra, hogy ne hazudjon, ajánlom figyelmébe ezt a lehetőséget. Mindenkit buzdítok a konzultáción való részvételre is, az újranyitással kapcsolatban, és azt is szeretném zárásként megemlíteni, hogy a szállítmányok Oroszországból és Kínából is folyamatosan érkeznek. Köszönöm a figyelmet!